Betiltaná az RMDS a disznótartást. Ez a hír röppent fel, amit azóta a szervezet cáfolt. Ugyanakkor parázs vitákat váltott ki a közösségi terekben a sertések otthoni szaporításának, illetve moslékkal való etetése betiltásának a kérdése is. Hogy lássunk tisztában ebben az ügyben, Magyar Lóránd Bálint parlamenti képviselő urat hívtuk fel. Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a önt és a kedves tévénézőket. Nos, lássuk, mi a helyzet a sertés törvénytervezet kapcsán? Mi volt az, ami felröppent egyáltalán, illetve hogy konkrétan mit tartalmaz? Ugye itt valamikor november utolsó hetében a parlamentnek a szenátusában sor került a törvénytervezetünk vitájára. Itt sajnos a szenátusban egy olyan forma került megszavazásra, olyan változtatásokat hajtottak végre a Nemzeti Liberális Párti kollégák a törvényünkön, ami alapjában változtatta meg a törvényt. Ugye mi egy olyan törvényt írtunk meg, és egy olyan törvényt készítettünk elő, ami mind a háztáji sertéstartókat, mind az intenzív tartásban dolgozó gazdák boldogulását elősegítette volna. Ugye jelentős problémák vannak az afrikai sertéspest is miatt. Ha nagyokról beszélünk, nekik az a problémájuk, hogyha megjelenik egy gócpont egy adott településen, 10 kilométeres körzetben, hogyha van a nagy telep, nem tudnak sertést eladni. A kicsiknek az volt a problémájuk, hogy ők is korlátozások alá kerülnek. Mi azt mondtuk, hogy készítsünk egy törvényt, ami a sertéstartást szabályozza, illetve az afrikai sertéspest is terjedését próbáljuk meg megelőzni. Ezért a kicsi háztáji gazdaságoknál meghatároztunk két kategóriát. Az első kategóriába tartoztak volna azok a magánszemélyek, akik maximum 15 disznót tartottak volna, szaporíthattak volna, eladhattak volna és saját felhasználásra tenyésztették volna a sertéseket. 15 disznót, vagy pedig egy kocát is tenyésztettek volna. Ez azt jelenti, hogy szaporíthatnak is. Második kategóriába lettek volna a kereskedő magánszemélyek, ugye ezek a családi gazdaságok, ahol nem korlátoztuk volna a sertések számát, itt állatorvosi engedéllyel működtettek volna. A harmadik kategória lett volna az ipari telepek. Ezt a nemzeti liberális pártiak úgy változtatták meg a szenátusban, hogy az első kategóriából, a 15 disznóból csináltak 5-öt koca nélkül, szaporítás nélkül. A második kategóriánkból, ahol nem volt maximalizálva a számot, csináltak maximum 15 sertést. Mi ezt elfogadhatatlanak tartjuk. Nekünk az a véleményünk, hogy olyan törvény kell, ami biztosítja úgy a kicsi háztáji gazdaságokat, mint a nagy telepeknek a működését. Mi szeretnénk a képviselőházban egy olyan törvényt megszavazni, amivel az eredeti állapotot, az eredeti elképzelésünket állítsuk vissza. Ne legyen korlátozás, sem számbeli korlátozás, sem abban korlátozás, hogy a vidéki emberek kocákat tarthassanak, szaporíthassanak. Fel fognak merülni bizonyos kérdések, amit ön is említett a mosnékos etetés kapcsán. Nekem az a véleményem, hogy bizonyos kompromisszumokat meg kell ezt hoznunk. Én nem is látom azt fő problémának, hogy a mosdékos etetés akár eltűnik. Ugye a mosdékos etetésben azért nagyon sok mindent érthetünk. A mosdékos etetés, ami nem kívánatos és segítheti az afrikai és sertéspest is terjedését, az a mosdékos etetés, amikor házi hulladékokat etetünk meg az állatokkal. Nem az a mosdékos etetés, amikor nedves tápot kap az állat. Egy darálékot forró vízben felmelegetve, az nem mosnékos etetés. Úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy fent tudjon maradni a háztáji sertés tartás, ezt a törvényt meg kell lesz hoznunk. Nem szeretnénk, hogy olyan állapotba kerüljenek a gazdálkodóink, és azért írtuk a törvényt, amit Dáján miniszterelnöksége idejében már terveztek, hogy maximum 5 disznót tartsanak. Ugye ugyanezt folytatta Orosz, amikor miniszter volt. Utána átdobták az egészet az állat egészségügyi hatóságnak, az ANSZVSZ elnök. Ők mind maximalizálni akarták a sertéstartást 5 darabban. Az RMDS nem szeretné ezt. Mi azt szeretnénk, hogy legyenek meg a konkrét játékszabályok, és azt szeretnénk, hogy maradjanak meg a kicsi háztáji gazdaságaink. Nekünk ez a garancia arra, hogy a vidéken élő nem csak magyar gazdálkodók, a vidéken élő emberek boldogulni tudjanak az elkövetkezőkben is. Képviselő úr, attól függetlenül, hogy mit gondolunk a moslékos etetésről, hogyan lehetne ezt a moslékos aspektust a gyakorlatban megvalósítani? Egyáltalán
hát nem tudom, lekövetni, ellenőrizni. Amennyiben ez törvény lesz majd, hogy nem szabad majd moslékkal etetni, azaz úgy értve hulladékkal, háztáji hulladékkal, vagy ételmaradékokkal. Ugye itt én itt két aspektust látok igazából. Az egyik aspektus a körzeti állatorvosoknak a szerepe, ami megvolt jelenleg is. Ugye ők ellene foglalkozzanak az ellenőrzéssel. Jelenleg is voltak szabályok, amiket legtöbb esetben nem tartottak be. Mármint az állatorvosok, a körzeti állatorvos ellenőrizze, hogy moslékkal letettem esetleg otthon a A körzeti állatorvos ugye rendszerbe kell bevezesse az állatokat, főszámokkal kell rendelkezzenek az állatok. Én úgy gondolom, hogy a körzeti állatorvosnak az a feladata, hogy nevelje a gazdálkodókat. Elmondja nekik azt, hogy mit szabad, mit nem szabad. Ha miért nem szabad, magyarázzuk el a gazdálkodónak, hogy miért nem szabad. Magyarázzuk el azt is neki, hogy ezt azért nem szabad, mert abban szeretnénk segíteni, hogy te az elkövetkezőkben is tarthass disznót az udvarodon. Elég, ha megnézzük a magyarországi példát. Jelenleg Magyarországon csak ipari termelésben történik sertéstenyésztés. Az elkövetkező két évre a magyar kormány, a minisztérium betiltotta a háztáji sertéstartást. Én nem szeretném, hogy oda jussunk el. Vitatkozhatunk a moslékos etetésről, vitatkozhatunk az ételmaradékokkal való etetésről. Én úgy gondolom, hogy ezzel elvisszük a problémát egy teljesen rossz irányba. Ugye megoldást akarunk ahhoz, hogy megoldást legyen ahhoz, hogy a háztáji tartás megmaradjon, én úgy gondolom, hogy kompromisszumokat is kell kössünk. És igen, a körzeti állatorvosnak lenne ez a feladata. Ugyanúgy, ahogy a körzeti állatorvosnak és az állategészségügyi hatóságnak lenne az a feladata, hogy azokat a kupeceket ellenőrizze, akik mindenféle működési engedély nélkül nem megfelelő körülmények között szállítják az állatokat, ezzel a betegséget terjesztik országos szinten. Főszám nélküli állatok léteznek, szétszórják a betegséget az egész országban. Ugyanez volt a probléma a madárinfluenza esetében, amikor megjelent tavasszal. Ugyanide fogunk megint eljutni a madárinfluenza esetében. Tehát én egy határozottabb fellépést várnék az állatorvosoktól, az állategészségügyi hatóságtól, főleg a kupecek esetében, akik egyrészt a gazdáinkat be is csapják az ártekintetében, ugye a profitot ők fölözik le, másrészt pedig teljesen kontrollálatlan körülmények között kereskednek. Képviselő úr, nagyon röviden, hol állunk most ezzel a törvénnyel? Ezzel a törvénnyel most ott állunk, hogy szenátus megszavazta. Ugye a szenátus az első ház ebben a törvény esetében, a minden mezőgazdasági történetben, törvényben a képviselőház a döntőház. Ez most átkerült a képviselőházba, itt a mezőgazdasági szakbizottságban fog elkezdődni a vita. Hogyha a gazdálkodók figyelemmel kísérték a jelenlegi miniszternek a nyilatkozatait, Árgyán Kesztyűnek a nyilatkozatait, ő is a mi álláspontokon helyezkedik el, nem szeretne ő sem korlátozást, és nem szeretne olyan jellegű megszólításokat, hogy a gazdák ne szaporíthassanak és ne kereskedhessenek az állataikkal. Ezzel, hogy a szociáldemokrata párt is a mi elképzelésünk mellé állt, én úgy gondolom, hogy megvan az a politikai egyesség, amivel egy jó törvényt tudunk megszavazni, és azt a szenátusi változatot, ami elfogadhatatlan, vissza tudjuk egy picit gombolni, és egy normális irányba tudjuk terelni a dolgokat. Szakbizottsági vita, és szerintem a tavaszi ülésszakban született ebből törvény. Miután törvény születik, utána ki kell hirdesse a köztársasági elnök és a szakminisztérium, jelen esetben a mezőgazdasági minisztérium, ki kell dolgozza az alkalmazási módszertan. Tehát ebből leghamarabb törvény véleményem szerint valamikor nyárára lehet, addig maradnak a jelenlegi szabályozások. Ha úgy ítéljük meg, és nem születik konszenzus, akkor az is jobb megoldás, hogy a saját törvényünket, erre is hajlandóak vagyunk, a saját törvényünket leszavazzuk, és ne legyen belőle törvény, mint hogy egy rossz törvény szülessen. Képviselő, figyelemmel követjük a helyzet alakulását, visszatérünk még, és számítunk arra, hogy adandó alkalommal segít nekünk tisztában látni ezekben a kérdésekben. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Magyar Lóránt Bálint parlamenti képviselőt látták és hallották.